Az ülés első napirendi pontjában dr. Tóth Lajos polgármester számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. A polgármester gratulált és köszönő oklevelet adott át Molnár Attila karnagynak, a Csomasztót Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola fúvózenekarával a Demecseri zenekari versenyen elért eredményéért. A második napirendi pontban a felsőzsolcai rendőrös őrsparancsnokának kinevezéséhez történő hozzájárulásról döntöttek a képviselők. Az ülésen részt vett dr. Bogyai Ferenc rendőrezredes, Miskolci kapitányságvezető is, aki bemutatta a leendő zsolcai őrsparancsnokot, Molnár József rendőralezredest. Kinevezését a testület egyhangulat támogatta, dr. Tóth Lajos polgármester pedig köszönetét fejezte ki Bukszár Zsolt rendőralezredesnek az itt végzett munkájáért. A Felső-Zsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról Majoros Róbert, a Mirehukez Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a kéményseprő ipari tevékenységről pedig Ciáki Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. Ügyvezetője számolt be a képviselők előtt. Beszámolójukat elfogadták. A testület elfogadta továbbá Felső-Zsolca város gazdasági programját és a polgármester szabadságának ütemezését is. Módosították a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló egyik önkormányzati rendeletet, és döntöttek arról is, hogy 50 ezer forinttal támogatják Lucák Laurának a Japánban megrendezésre kerülő cserkész világtalálkozón való részvételét. Hasonló összeggel támogatja a testület a Rákóczi Szövetség határon túl végzett munkáját is. A képviselők módosították a felsőzsolcai napközi otthonos óvoda alapító okiratát, és jóváhagyták a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati díjakról szóló önkormányzati rendeletet is. Mint tulajdonos, az önkormányzat képviselőtestületi támogatással jóváhagyta a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületében informatikai terem kialakítására tett kérelmét. Tárgyalták és a szakértői vélemény ismeretében nem módosították az Eperjesi utca egyirányosítását. A kormány szándékával megegyező módon támogatja a képviselőtestület 500 000 forinttal a civilek és a magánszemélyek adományai mellett a kárpátaljai magyar testvértelepülésen Korlát Helmecen élők megsegítését. A testület 3 napi rendi pontot zárt ülésen tárgyalt.